Izgatottan nézték át a gyerekek az iskola udvarán felhalmozott rengeteg régi könyvet és kiadványt. Az érdekesebbek közül volt, amit haza is vittek. A Bátai Általános Iskolában szerdán minden a papírgyűjtésről és annak újrahasznosításáról szólt. A gyerekek már egy héttel korábban plakátokat ragasztottak ki a faluban, hogy akinek van otthon felesleges papírhulladékja, azt tegye ki a háza elé, ők pedig összegyűjtik. A leadott hulladékért kapott pénzből pedig minden osztály kap majd. Amire fordítjuk ezt az egészet, az kirándulásokra, gyereknapra, tehát ezt mind a gyerekek kapják vissza ugyanúgy, amiért ők ugye megdolgoztak, nem is idézőjelben, mert igazándiból megdolgoztak, ahogy szedik össze a papírt. Ez pedig már egy külső helyszín. A diákok egy csoportja jól összehangolt módszer alapján szerte szét a nagyméretű kartondobozokat, amiket egy helyi vállalkozó gyűjtött nekik össze. Először is szét kell szedni, és akkor utána így valaki így felpakolja és elviszik az iskolához. Bátán rengetegen ajánlottak fel papíradományt a helyi általános iskolásoknak. Az egyik helyi vállalkozó például már január óta gyűjtött a gyerekeknek. Sok papírhulladék keletkezik. Gondoltam, hogy összegyűjtjük egy épületnek egy nem használt részébe, hogy majd jótékony célra felhasználhassuk az általános iskolának, amikor papír gyűjt. A diákok által összegyűjtött papírt csütörtökön konténerbe pakolják, hogy elszállítsák egy átvevő helyre. Ilyet viszont egyre nehezebb találni. Míg néhány évtizede az általános iskolás osztályoknak rendszeres bevételt biztosított ennek a hulladéknak a gyűjtése és leadása, mostanra már alig van cég, amelyik fizet a papír hulladékért. A Bátán összegyűjtöttet például az Alföldre szállítják.